Szeret vizem artján, felnőtt lilium szál, nem szereti helyét, el akar bujdosni. Ki kell onnan venni, látogatott, minden kedves aranykezű kézművest. Az előbb Tanai Erzsébetet hallottuk, népdalénekest, aki a Gencsapáti Kőkörcsin együttes helyett érkezett a mai kiállítás megnyitóra. Gyerekek csoport helyett egy felnőttet kaptunk, és egy nagyon-nagyon szép moldvai népdal csokrot állított össze számunkra. Én, mint ennek az intézménynek, az Agora Gyermekek Házának a vezetője, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ezen alkalomból tulajdonképpen a moderátori feladatokat vállaltam a mai napon, hiszen mindazok, akik mellettem állnak, sokkal kevésbé szeretnek beszélni, mint a két kezükkel dolgozni, ezért a népművelőnek nincs is más feladata, hogy beszél ő helyettük is. Ezért engedjék meg, hogy megkezdjük ezt a kis kiállítás megnyitónkat, és a kiállítás megnyitót, azaz a kiállítást Tarodi Lajos, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület elnöke felkérésére megnyitja. Köszönöm szépen. Négyen vagynak egyek testvératyafiak. Nád, Sas, Gyékény, és amit Kákának hínak. Sok szép eszközököt ők felállíthatnak, melyeken inkább, mint faméven kapnak. Egy igen jó eszközt neveznek gyékénnek, mert melyéke s béli, mint csak gyékén ennek. 60 pénzen egyet, mikor szűk, megvésznek, sok hasznával néki az emberek élnek. Gyékén burítik jog a sós szekereknek, szekeres kudusok gyékén alatt ülnek. Kolmár szekerekre gyékén terítenek, ernyőn felül gyéként vajdák is viselnek. Más eszköz is vagyon, kit szatyornak hínak, kit merődön merő csak gyékénből fonnak. Asszony népének azzal sok ulmit hordanak, itt a gyékén szátyor, hát sorba állhatnak. Egy 1675-ös Nád csíp, azaz a Nádnak dicsérete írott versek Széchenyi könyvtárban őrzött verses köteléből idéztem. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is önöket, akik arra vállalkoztak, hogy továbbadják Eleink lángját, és idézővel téve beiratkoztak abba az iskolába. Én azt gondolom, hogy ezen a tanfolyamon valami olyasmit kaptak, ami nem csak arról szól, hogy egyfajta kézműves technikát megtanultak, hanem valami misztériumos körülenti ezt a dolgot. Tehát az a fajta misztérium és az a fajta ősi tudás, őstudás, ami én azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne van. Tehát mindannyian hordjuk magunkba ezeket az értékeket, de
ez az úgynevezett modern világ vastag mázzal letakarja. Tehát a nagy probléma az, szerintem, hogy bizony sokan-sokak engednek a manipulációnak. A másik, amit én rettentően fontosnak tartok, mert egyébként azt mondom, hogy a kultúra az egyetemes, tehát nincs mese. De mégis, ha együtt vagyunk, akkor megérezhetjük azt is, hogy jó magyarnak lenni. Én nem gondolom azt, hogy a magyar ember jobb, mint a másik népbeli, de nem is rosszabb. Tehát én azt gondolom, hogy amit mi látunk most, az a vállalás kérdése is. Tehát, hogy merje valaki vállalni azt, hogy mondjuk jégkénből, szalmával, hogy csinál egy olyan csodálatos tárgyat, amit itt láthatunk, és utána ezt hordja, viseli. Ezzel elmegy mondjuk egy ilyen kis táskával, vagy szütyővel vásárolni. Vagy ha mondjuk valaki vesz egy viselet, akkor viseletet fölmeri venni. Tehát ebben is elgyengültünk egy kicsit. Tehát ez a kiállítás legyen bátorítás is mindannyiunk számára, hogy elejétől olyan értékeket kaptunk, amit nemhogy nem kell szégyelni. A büszke szót nem szeretem, mert ez sokszor önhittét ez, de mégis bátran vállalni kell. Tehát vállaljuk azt, és én mindig úgy örülök annak, hogyha mondjuk egy olyan tájegységre mehetek, ahol mondjuk az ünneplő magyarság olyan viseletben van, ami arra a tájegységre jellemző. Mert hogy az összetartozást is jelenti. Egy kicsit ez a mai nap legyen számunkra egy lecke is. Egy kicsit szerintem mindannyian csöndesedjünk el, és tanuljunk azoktól, merjünk tanulni, akik ezeket a csodálatos tárgyakat itt elkészítették. És én magam azért nem szeretek, megmondom őszintén, többet magammal múzeumba menni, mert sokszor egy sámli előtt mondjuk fél óraig el vagyok. Úgyhogy nem is veszem észre, hogy az idő röpül. Tehát nem szaporítva a szót, mert sok beszédnek sok az alja. Én rettentően köszönöm azt, hogy itt lehetek. Köszönöm és gratulálok az oktatóknak, akik segítették a tanítványokat abban, továbbadják azt a lángot, amit őseinktől kaptunk. Én remélem, hogy ennek a közös munkának meg lesz a gyümölcse, és ugye Báci mondta azt az Eső a homokra című versbe, hogy kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőle. Tehát én remélem, hogy majd az oktatók munkája kapcsán is a tanítványok sokáig fognak inni ebből a csodálatos tiszta forrásból, és ehhez kívánok mindannyiuknak jó erőt, egészséget, és ne adják föl, ne szégyeljék azt, hogy ilyet tudnak, hanem inkább legyenek büszkék arra, és ezeket a technikákat, ezeket a csodálatos anyagokat, amelyet az ember létrehozni nem képes. Ezek teremtett anyagok, természetes anyagok. Valaki egyszer azt mondta, hogy a 20. század az a műanyagok világa volt. A 21. század az a természetes anyagoké lesz. Bárcsak így volna, vagy így lenne. Tehát én ehhez kívánok mindenkinek bátorságot. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek. Mindenkinek töltekezést kívánok, és ezen már a kiállítást megnyitom. Köszönjük szépen! Köszöntök én is minden jelenlévőt, és hát elsőként szeretném megköszönni a Gyerekekháza dolgozóinak, hogy mint szakmai, mint emberi segítségüket, amit ehhez a kiállításhoz hozzáadtak. Szeptember elején elkezdődött a képzés, és egyre csak egyre gyűltek kincseink, és ezek a kincsek nem csak tárgyakban gyűltek össze, hanem lelkünkben is, úgy érzem. Kezdtük megidézni a régi fonók hangulatát, egyre jobban megismertük egymást, nem csak egymást, hanem egymás családját is. Nagyon sok mindenkivel személyesen is találkoztunk, családtagokkal, akikkel nem, azok is ott voltak velünk, szóban, fotókon. És most így nagyon-nagyon sok ismerős arcot láthatok itt,
akikkel már a képzés során ugye találkozhattam, családtagokkal. És hát azért is emelem ki őket, mert sokszor azt érezhették, hogy hát az a csuhészék, az az aratókoszorú, hát már megint elveszi az időt, megint elveszi otthonról az időt. De közben ugye mennyi mindent kapott a család, és nem csak az a tárgy, ami itt van, hanem láthatta azt, érezhette azt, hogy akár egy gyerek is a családban, hogy anya mennyi energiát, időt belefektet abba, amit elkészített. Láthatta azt, hogy nem megy valami, például annak a gyékény üvegnek a fonása nem megy, és mégis neki fogunk újból és megcsináljuk. De ugyanúgy várták haza, hogy vajon mit tanult ma, mit tanulhatott ma. Ezért volt, aki olyanra volt képes, hogy a tető létrára, felvezető létrára fölmászott, hogy kitegye a tetőre, megszáradjon a tárgya, hogy a kaptafáról le tudja venni, hogy haza tudja vinni, hogy otthon lássák, hogy milyen szép az, amit ő elkészített. És hát köszönet ezért a családnak ezt a támogatást, amit megadta, biztatást, és hát mindenki másnak is, aki ugye sokszor a munkahely, vagy egyéb barátok, ismerősök, akiknek kellett a biztatás, mert nem mindig ment úgy minden, ahogy szerettük volna. Rájöttünk, hogy nem mindig úgy működik a kezünk, ahogy mi vezéreljük. De láthatjuk, hogy szépek ezek az alkotások, és első alkotásai a hallgatóknak mindegyikből, ami itt elkészült. Tehát igenis elmondható az, hogy mindenkinek ügyes a keze, és lehet érdemes tanulni. És hogy kik is alkottak, kik is vettek részt ezen a tanfolyamon, mert hiába van bennem elég tudás, én nyújtom a kezem, de nincs, aki megfogja, akkor nem tudok elérni ugye semmit. De itt olyan kezeket találtam, akik fogékonyak voltak, kíváncsiak voltak, akarták, és igazán mindig tovább vitték, amit elkezdtem. És utána közösen tettük. És azért hagyj említsem meg akkor az alkotók nevét, és akkor nem biztos, hogy mindenkivel tudok azonnal szempontot, és majd egy kis időt azért várok, hogy azért nézzük meg, hogy kiknek is a munkájában gyönyörködhetünk most. Bazsó György. Kérem, jelezzék azért, akik, hogyha mondom, hogy mert ilyen arra nézek esetleg. Bodor Kósné Éva. Merre van. Itt van, igen. Bődörné Kati. Van. Büki Boglárka. Csontosné Mónika. Jó. Farkasné Zsófi. Geosics Júci. Kolonicsné Andrea, Kondorné Betti, Kovácsné Hajné, Molnár Szabolcs, és akkor Vargáni Ági, ABC szerint próbáltam haladni. Úgyhogy köszönöm a hallgatóknak is, hogy vállalkoztak erre a nagy útra, és most megmutatják, megmérettetik magukat, és útra valóul egy idézettel, egy gondolattal szeretném elengedni őket. Örömteremtő embernek születtem, úgy hiszem tudatos alkotónak, de a vállamra telepedő évek során rájöttem, hogy nincs új a nap alatt. Ha örömet akarunk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újra teremtenünk, a szépet újra álmodnunk, és meg kell osztanunk titkainkat, szét kell szórnunk aranyainkat, mert igazán csak is az a miénk, amit másokba átültetünk, másokkal megértetünk, elfogadtatunk. Köszönöm szépen! A pünkösdi rózsa kihajott az útra, mint bászrikoly tószna, szakajszanak róla. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem termettél minden fa tövébe. Szállj le, madár, szállj le, szép folyó víz mellé. Szállj le, madár, szállj le, szép folyó víz mellé. Ha folyó víz vonik, bánatot nem tudnék. Kaszál üritekbe virágot növelni. Ide ki a csenderbe, rúzsa
szedjük le, kösbokrítát belőle, küldjük el egy leginnek, János nevezetűnek, ki megkérdi, ki kötte, Anna asszony tisztelte. Köttes szívem máskor es, megcsókollak százszor es, köttes szívem máskor es, megcsókollak százszor es.